Toggerizsi vagyok, és ez ismét a Playdomnak a megújult videós rovata, amelyben a múltkorihoz hasonlóan most is egy unboxing videót fogtok látni, csak hogy ezúttal az Xbox One-nak a nemrégében megjelent Elite kiadása, ami egy 1 terabájtos SSHD meghajtót, illetve egy gyakorlatilag minden szempontból megújult kontrollert tartalmaz. Ebben most ugyan játék nincsen a csomagban, viszont minden más földi jó van benne, úgyhogy nézzük meg, hogy miről is van szó pontosan. Akkor lássuk, hogy mit rejt az Xbox One Elite-nek a doboza. Két matricát, illetve két ragasztót, azt már mindenképp. Itt már előttérbe is kerültek az ellenféllel, illetve a konkurenciával szemben, ugyanis nekik csak egy ragadcsa volt levédve a doboz, amit könnyebb is volt átvágni, mint ez, de rajtam nem fog ki. Erről van szó. A disznóölő késemet el is rakom. Szezám, tárulj. Ohoho, akkor most van az, amikor megfordítjuk a dobozt, mert hogy cselesen nyílik. Oh. És rögtön láthatjuk is a vadonatúj megújult kontrollert, amit megpróbálok kiaplikálni a dobozából. Á, így is van. Ahhoz képest, hogy fém tokot kapott, amit ugye, ez nem tudom mennyire látszik, de ami mennyire jön át a képernyőn, viszont egy műanyag burkolat is van rajta, de ez a rész itt azért masszívan fémből van. Szóval ahhoz képest, hogy fémből van ez az egész tákolmány, hihetetlenül könnyű. Illetve lehet, hogy meg is mutatom, itt vannak a vadonatúj billentyűk, meg azokhoz tartozó mindenféle kis beállítgatós pöckök. A két ugye, trigger, két gomb, illetve szintén vadonatúj ugye, D-pad. Aminek az érdekessége egyébként az, hogy mind az analóg karok, mind ez a megújult kontroller rész, illetve ezek a kis pöckök itt lent, ezek itt mind-mind-mind cserélhetőek, ezek mind megtalálhatóak ugye a dobozban ennek a csere szavatos kiegészítői. Illetve, akkor menjünk tovább, ezt le is teszem ide szépen, annak hozzá egy ilyen nagyon kis szexi tároló dobozt, amiben kapunk egy ilyen kis pigyulátort is, ez nem is kell, ezt is darakom, és amiről beszéltem, itt vannak ugye a kiegészítők, itt lehet látni, hogy azt, hogyha valakinek az új megoldás nem tetszik, akkor az vissza is válthat a hagyományosra, illetve ugye a PlayStation 4 kontrollernél is, meg az Xbox One kontrollernél is téma volt mindig az, hogy az analóg karoknál a konvex, illetve a konkáv megoldás jobb be, hát ez mindenki szabadon eldönthető, neki melyik a szimpatikus. A lényeg az, hogy itt mind a kettőt biztosítja a Microsoft, úgyhogy akinek ez tetszik, az ezt választja, akinek meg a másik fajta, az pedig azt. Nya, menjünk tovább. Ezt visszacipzározzuk, letesszük ide. Kontrollerről ennyit. Úgy érzem, ez alatt a fedő alatt lesznek a kábelek. Aha, te tudok. Nya, egy kábel, meg egy headset. Egy kicsit masszívabbnak tűnik, mint a szokásos konzolok mellé járó headset. Egy mikro, illetve egy sima USB adapter, gondolom ez a kontrollernek lesz a töltőkábele. 220, akarom mondani, akkumulátor, HDMI kábel, aha, egy adapterünk is van ugye, mert az anélkül viszonylag nehezen fog működni a konzol, és a szokásos írásos paksaméta. Kezd elfogni az asztalon a hely, mert annyi mindent raktak ebbe a dobozba, hogy nem férünk el egy ekkora asztalon, na de se baj, menjünk tovább, ezt innen eltávolítjuk, akkor ide a földre. És a lényeg, kérem szépen, ez itt a lényeg. Nézzétek meg, szépen föl van dizájnolva. Ez már megérte megvenni a dobozt, én úgy gondolom. És tovább megyek, van belőle egy nagyobb változat is, kinek melyik jön be, de tudjam a méret a lényeg. És a sok kütyű között, és akkor most jön a trükkös rész, hogyan vegyük ki a dobozból a kontrollert, helyett akarom mondani a konzolt, mert a kontrollert már ugye kivettük. De nem fog ki rajtam, mert én okosabb vagyok nála, de lehet, hogy ma. De akkor is kiveszem. Ha hónapig itt állunk, akkor is kiveszem. Ez az. Gyere apához. Erről van szó. És kifogott rajtam. Na, hogy nem mindegy. Ezeket visszadobáljuk a dobozba. Hát a dobozban már nagyon nem van semmi, úgyhogy ezt innen el is vesszük, mert hogy nem ezen van most a lényeg, hanem mit rejt az acskó? Van benne valami, ahogy Vágó Pista bácsi mondta volna megboldogult gyermekkoromba. Van benne
valami. Ragasztóból sosem elég, ezt meg anyám mondja mindig karácsonykor a csomagolásnál. De én ezt most elszámolítom. És van egy olyan érzés, hogy fejjel lefelé vettem ki a dobozból a konzolt. Mindjárt kiderül. És nem! És nem! Ez sem kell. Tadá! Egy darab Xbox van, Elite Edition. SSHD meghajtóval. És még mindig tök úgy néz ki, mint egy beta lejátszó. Hát Istenem, ez nincs ezzel baj, a tartalom a lényeg, a külcsín az másodlagos. Meghajtunk ugye, amiben a optikai dolgokat rakatjuk, közismertem nevén a lemezt. Hátul meg mindig ott vannak a csatlakozók, de ezzel szerintem semmi újat nem mondtam senkinek. És egy kicsit belóg a kábel, nem baj. Ezért tegyük ezt ide mellé, mert ez a kettő, ez így kerek, így egész. Ja. Rakjuk mellé a cipőfűzőre hajazó USB kábelt is. De nem olyan, mint egy cipőfűző. A sportcipőmben van ilyen, csak az enyém piros. Ezt is rakjuk mellé, mert ez is jár. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Microsoft nem cicózott. Amit bele lehetett zsúfolni egy ilyen kis 30x40-es dobozba, azt ő bele is zsúfolta. És hát azt meg már ugye tudjuk, hogy a Xbox van, mint olyan, mit képvisel, milyen erőt, milyen tudást. Azt mondjuk viszont, ha már ez itt szóba került, akkor azt azért hozzá kellene tenni, illetve azt érdemes megemlíteni, hogy az új meghajtó, ami belekerült, az 1 terás, pár eleve ugye kétszer akkora meghajtó van benne, mint az eredeti kiadásában a konzolnak. Szóval az 1 terabájtos meghajtó az egy SSHD meghajtó, ami azt jelenti, hogy lényegesen gyorsabbá vált a konzol maga, gyorsabban bútol be, illetve hát várhatóan a maguk a játékok is valamivel gyorsabban fognak elindulni. Sziasztok! Úgyhogy hát puding próbálja az evés, ez a konzol is ki lesz előbb-utóbb próbálva, és hát nyilván nem a konzolt fogjuk igazán tesztelni, mert az túl sok mindent a meghajtót leszámítva nem változott, hanem őt. Itt a lényeg a kontrolleren van, ami önmagában is egy kisebb vagyonba kerül, de ezt így a csomagrészeként megkapjuk, minden földi jóval ellátva. A cserélhető gomboktól kezdve a szoftveresen állítgatható érzékenységig, ugye itt elsősorban mondjuk a két triggernek az érzékenységét lehet beállítani, hogy mennyire viszket az ujjunk a ravaszon, illetve mennyire nem. Ez a D-pad, ez hát megmondom őszintén, hogy verekedős játékokon kívül nagyon máshol nem tudom, hol szokták még használni. Na majd nem tudom, hogy ezt is leteszteljük. Na, szóval, jó helyben így ennyit az Xbox One Elite kiadásáról. Legközelebbi videónkban jelentkezünk, akkor majd arról is beszámolunk, hogy mit tartalmazott a konzol belseje, és nem szétszedni fogjuk, csak kipróbálni, hogy mit tud a konzol. Azt hiszem, mindenki is állok összerakni a dolgokat, úgyhogy sziasztok!